Napfény, pihenés, tengerpart és egy jó könyv. Nem is kell más egy szuper kikapcsolódáshoz. Aki még csak most szeretné kikölcsönözni a városi könyvtárból a nyári olvasnivalóját, a sajnos elkésett vele. Minden nyáron június 18 és augusztus 17-e között a felnőtt és gyermekkönyvtár leltár miatt zárva tart. Ám a két intézmény munkatársai ilyenkor sem tétlenkednek, hiszen bőven akad tennivalójuk. Júliusban itt 30-35 fok van masszívan, tehát az emberek is ilyenkor mennek szabadságra. És mi is szeretnénk ilyenkor kiadni a dolgozóknak a szabadságokat, és ezért van az, hogy minden évben júliusban bezárunk. Az idei év az azért eltérő, mert időnként ugye állomány ellenőrzést kell tartani. Mi leltárt írtunk ki az egyszerűség kedvéért, de ezt mi úgy hívjuk, hogy állomány ellenőrzés. 2001-ben volt az utolsó, és ez azt jelenti, hogy teljes körű állomány ellenőrzést tartunk, hogy az összes létező dokumentum a kezünkbe kerül most, ami van a könyvtárban. Mivel tudtuk, hogy ez egy nagy munka és hosszabb bezárást igényel, ezért segítséget kértünk. Hála Istennek vannak a könyvtárnak barátai, civil barátai is, akik időnként hajlandóak önként nekünk segíteni, és a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat is nagy örömmel fogadtuk. Szerencsék volt, mert a nagyon okos, ügyes gyerekeket kaptunk, vagy így alakult. Az öme a Bródy gimnáziumból jött a gyerekeknek, de más gimnáziumokból is, akik ajkaiak nyilvánvaló. Úgy terveztük, hogy az első két hétben kérjük ezt a civil segítséget, és akkor utána már magunk is megpróbálunk boldogulni, aztán ha végeztünk, és minden a helyére kerül, akkor el tudunk menni egy-két-három hét szabadságra, attól függ, hogy kinek hogyan alakul. A segítség el is kell, mert a könyvellenőrzést csak párban lehet végezni. Míg egyikük a raktári katalógus alapján keresi a könyvet, addig a másik fél a polcon ellenőrzi. Elmondjátok, hogy mit kell csinálnotok itt? Hát könyveket sorba rendezni, pakolgatni, dobozokba tenni, meg ilyenek. Mennyire fontos, hogy tudjátok jól az ABC-t? Hát eléggé. Ez egyik legfontosabb szerintem. Igazából ez a legfontosabb. És hogy tetszik, jövőre is fogtok jönni? Hát nekem meg lesz az 50 óra, úgyhogy szerintem nem. Én még lehet, mert nekem még nem hiszem, hogy meg lesz idén. Ha hiányzó könyvet találnak, azt megjelölik, és megpróbálják kideríteni, hol lehet. Ha kiderül, hogy egy olvasó feledékeny volt és nem hozta vissza időre, akkor elsőként egy felszólítást kap. De lehetősége van online meghosszabbítani is, ha még nem végzett a kiolvasással. Ám ha valaki nem tudja visszahozni a könyvet, mert valami baj érte, elveszett, eltűnt, akkor sajnos büntetést kell fizetni. Igen, ilyenkor megengedjük a kedves olvasóknak, hogy sokkal több könyvet vigyenek ki, és hosszabb határidőre. Tehát nyilvánvaló, hogy arra az időszakra, amikor nem tudják visszahozni, akkor arra nem kölcsönzünk, és olyan mosolygó, hogy is mondjam csak, tehát nevetséges egész egyszerűen, amikor valaki decemberben azt mondja, hogy vissza akarta hozni, de nyáron zárva voltunk, szóval azért ez így, tehát vannak ilyen kis tréfás olvasóink is, hála Istennek. Az Ajkai Könyvtár jól felszereltnek mondható, a látogatók a világos termekben több szép új könyvvel is találkozhatnak. A polcokon sokszínű témákban a szép irodalom mellett még tudományos köteteket, kötelező olvasmányokat, szótárakat, lexikonokat is kölcsönözhetnek. A könyvtár évente 5 millió forintot tud dokumentumok vásárlására fordítani. Ebből az összegből próbálják a választékot megújítani az igényeknek megfelelően. Egy évben nagyjából 6-7 ezer cím jelenik meg könyv. Nyilvánvaló, hogy ez nem mind új megjelenés, tehát ebben vannak az ismételt kiadások, de mi ezt gyakorlatilag áttekintjük. Azt, ami ugye nekünk kellhet. Azt tudni kell ehhez, hogy mi egy városi könyvtár vagyunk, egy közművelődési könyvtár, nekünk a gyűjtőköri szabályzatunk meghatározza azt, hogy mit szerzünk be, milyen könyveket veszünk. Nyilvánvaló, hogy az a feladatunk, hogy Ajka és környékének a lakosságát kiszolgáljuk. Tehát amire igény van, gyakorlatilag azt veszük, amit az olvasók szeretnének a jó ízlés határain belül, és ebben még az 50 összes ágylata is belefér, tehát, vagy a szürke, meg a szabadság, meg nem tudom én, tehát sok minden belefér, de azért van egy színvonal, amit szeretnénk tartani. Rengeteg könyvtől most megszabadulunk, törölni kell, és ennek számtalan oka van. Oka az, hogy elhasználódik. Oka az, hogy teljesen felesleges akkora példányszámban, mert kevesebb gyerek van, tehát nem kell már akkora példányszámban az a könyv, de annak idején megvettük. Aztán annak, hogy megszabadulunk,
tőle oka lehet az, hogy megváltoztak, hála jó Istennek, ugye lassan ugyan, de a kötelező olvasmányok. Tehát most már nem kell annyi Gorkitól az anya, hanem most másokat szerzünk be. Tehát nyilván van, megtartjuk, meg nem üldözzük a könyveket, de azért észszerűsíteni kell ezt. A klasszikusoknál is, amit a 60-as években adtak ki, azt most már hogyan, tehát nem adhatjuk az ember kezébe, mert elmegy az életkedve, ugye kinyitod, szétesik, sárga, nem látod, tehát ilyen szempontok vannak. A Bogáncs gyermekkönyvtárba is lázas munka folyik, tudtuk meg Herbert Anita gyermekkönyvtárostól. Igyekeznek itt is követni a legújabb trendeket és aktuális meséket, hogy majd az augusztusi nyitáskor megszépült gyermeksarokkal, széles skálájú könyvállománnyal és színes, minden korosztály igényeit kielégítő színvonalas szolgáltatással várják majd kis olvasóikat. Lányel Laurát olvasnak a mai fiatalok, attól függ hány évesek persze ezek a fiatalok, mi kitértünk a fiatalok alatt. Tinédzser korosztály Lányel Laurát olvas. És megtalálja minden kötetét, vagy folyton ki van véve? Hát az általában ki van véve, tehát van, amikor várni kell valóban, igen. Van olyan. Igen. Mennyi időre lehet nálatok kölcsönözni könyvet? 4 hétre. 4 hétre lehet egyszerre, hát a nyár a kivétel, amikor ilyenkor zárva vagyunk, és akkor meghosszabbodik a határidő. És egyszerre hány könyvet lehet kivenni? Hát maximum 12, most ott állapítottuk meg a határt, hogy 12 lehet egy néven egyszerre kikölcsönözve. És szeretnek olvasni a mai gyerekek? Van egy réteg, aki szeret olvasni. Igen, mi velük találkozunk, mert ők jönnek a könyvtárba. És ha meg kéne határozni, inkább a fiúk vagy a lányok, akik jobban szeretnek olvasni? Talán inkább több a lány, hogyha így mérlegre tesszük. Talán több a lány, igen, lányolvasó.